A bajai önkormányzati időközi választást azért kellett kiírni, mert Búcsú Lajos lemondott a mandátumáról. A politikust, aki korábban a város alpolgármestere is volt, a Fidesz előzőleg egy költségvetési vita miatt kizárta a frakcióból. Az MSZP Barna Györgyöt, a Fidesz Csubák Nébesesek Andreát, a Jobbik Horváth Tibort jelöltette. Az lmp t Hunyadi László, a Demokratikus Koalíciót Telegdi András képviselte. Juhász István független jelölt volt. A 2010-es önkormányzati választásokon a Fidesz képviselője megnyerte a szavazók felét. 35%-kal több voksot szerzett, mint a második helyen álló MSP. A lakosság 30%-a vett részt a választásokon. 2006-ban szintén Fideszesnek lett hatalmas fölénye a területen. Réfi Zoltán közel 60%-os győzelmet aratott, mint polgármester jelölt. Az MSP 35%-ot ért el. Az előző ciklushoz képest többen, azaz 50%-ban jelentek meg a választók. Baján az időközi önkormányzati képviselőválasztáson 743 szavazó jelent meg, ami 23,65%-os részvételt jelent, mindenki érvényes szavazatot adott le. Csubák Andrea Fideszes képviselő 342 szavazatot, azaz 46 ot kapott. Második helyen Barna György, az MSZP jelöltje végzett 219 szavazattal, ez 29,4 A Jobbik jelöltje Horváth Tibor harmadik lett 59 szavazattal, ez 7,9 Az LMP és Hunyadi László 56 szavazatot, 7,5 százalékot ért el. Az ötödik, Juhász Istvánra, független jelöltre 43-an voksoltak. Míg hatodik helyen a Demokratikus Koalíció jelöltje 24 szavazattal, ez 3,2 százalék.